Az írek visszalépésével megnyílt az út a szófiai EB részvételre a hallásérült futszal válogatott számára. Indulás egy hét múlva, de csak lenne, ha nem hiányozna a részvételhez, még másfél millió forint, miközben két és fél milliót már előteremtettek, úgyhogy a vészcsengőt nyomjuk most ma elek Attila kapitány elő a vendégünk. Szia, jó, jó reggelt kívánok. kívánok! Ugye Attila cél az ebbi kiutás volt, lassan két éve személyedbe ezerősített a szövetség egy rutinos futszaledzővel, ugye akkor volt Nagykátán selejtező helyszín, itt tartottunk az év elején, voltak jó előjelek is, ö, aztán most a megnövekedett elvárásból mennyit sikerült teljesíteni, végül is ott lehettek Szófiában. Igen, hát az ebbés elejtező nem sikerült kivívni a... A továbbjutás, de nagyon, nagyon erős csoportba kerültünk, hiszen egyedül a mi csoportunkban volt három olyan együttes, ami, aki szerepelt az előző Európa-bajnokságon, így azt gondolom, egy igazi halálcsoport volt, ahol harmadikok lettünk, az írek visszalépésével megnyílt a lehetőség. Mert hogy, hogy a ranglistán igen, Magyarország következik. Az európai ranglistán uh -huh. mi voltunk a legelőkelőbb helyen, akik nem jutottak ki, így minket kértek föl, amire természetesen igent mondtunk. Ez azért fontos, mert így vissza tudtunk kerülni a vérkeringésbe, mert az elmúlt tíz évben nem nagyon szerepelt a válogatott semmilyen nemzetközi versenyen, semmilyen világ eseményen, mert ő nem volt rá pénz. És most ezzel, hogy visszakerültünk, így előkelőbb előke, előke, előke helyre kerültünk a ranglistán, és ezáltal könnyebb lesz a következő selejtező sorozat is. Illetve innen tudnánk ő, kvalifikálni magunkat a vb re akár. És akkor jövő hétfőn lenne indulás Szófiába erre az Európa-bajnokságra, azonban pénzhiány állt elő. Mennyibe kerül ez a teljes út a részvétel, hogy áll össze nagyjából, a költségvetésetek? Nagyjából 4 millió forint az egész részvétel a felkészüléssel együtt, bár felkészülésre már nem tudunk beszélni, mert ugye egy hét van, így az elég csonkára sikerül, de most már az indulás is veszélybe került. Nagyjából 1,2 millió az úti költség és a többi 2,5-2,8 millió pedig a, a szállás ellátás, mert ugye kijutott a férfi, illetve a női csapat is, tehát egy 35 fős stábbal, csapattal mennénk. És ki az, aki eddig segített, meg hogy állt össze ez a pénz, ami eddig összeállt? Honnan szereztek a, a játékosok támogatást, utoló, akár még önkormányzatok is segítettek, a Halászérült Szövetség bizonyosan, hogy néz ez ki? Így van, a Halászérült Sport Szövetség 1,3 millióval tudta támogatni ezt a projektet, ami arra volt elég, hogy a buszutat kifizessük, illetve a szállásellátásnak a 10%-át a többit pedig úgy teremtettük elő, hogy a játékosok a lakhely szerinti önkormányzatuknál kértek ilyen egyszeri támogatást, ahol a java kapott is kisebb-nagyobb összegeket, de hát ez nagyjából a, a, szállásállátásnak a felét teszi ki. Tehát az önkormányzatok alapvetően Így segítőkészek van, voltak. Van, volt egy önkormányzat, ahol sajnos kifagyott a, a keret, ezért nem tudtak adni, de a javarészt nagyon pozitív volt. Segíte, ha nem, miért nem segít mondjuk a mob? Hát ezt nem tudjuk, igazából ezt, a, ezt, amit a Hallásérő Sportszövetség adott, ezt ugye a Paralimpiai Szövetségen keresztül kaptuk, de hát valamelyes segít. Azt mondták, hogy ennyi van uh -huh. erre az évre akkor azt nézzük, hogy még inkább is evidensen, hogy a remeknél is sokkal jobb anyagi helyzetben lévő magyar labdarúgó szövetség mi a helyzet velük kapcsolatban. Tőlük igényeltünk pénzt, illetve felszerelést, a felszerelést a rendelkezésünkre bocsátják, de. Az Mármint, egy, hogy adtak? Így van, szerelést, tehát melegítőt, meg felszerelést adnak, de ezen kívül más nem nagyon. De kértetek, tehát, tehát ezt támogatást. a hiányzó támogatást hát, ugye kértétek az emberek. a költségvetését m. az Európa-bajnokságnak? és hogy amennyiben tudják anyagilag támogatni, erre sajnos nem kaptunk választ. Tehát nem volt válasz? Nem kaptunk. Ö, tehát azt senki nem mondta meg akkor eddig nektek, hogy van-e vagy nincsen rátok, Igen. és ha nincsen, akkor én is látok másfél millió Igen. forint a magyar futball költségvetésével. Tavasszal, tavasszal támogatták a nagypályán sebbé és elejtező sorozatot, amit úgy gondolom a csapat meg is hálált, hiszen kijutott az Európa-bajnokságra. Most azt reméltük, hogy talán egy Európa-bajnokságra azért tud segíteni a Magyar Labdarúgó Szövetség is, de egyelőre eddig nem kaptunk. Hát hogy reméljük, azért még van egy hét, mert hogy meddig kell összekalapozni ezt a hiányzó részt, ez is kérdés, hogy mikor kell végleges igent, vagy egy szomorú nemet mondatok Szófiára. Hát az igazság az, hogy már lefoglaltuk ugye a szállást, az előleg el lett küldve, a buszos céggel megvan a szerződés, mi mindent úgy intéztünk, hogy el tudjunk utazni, mi úgy készülünk, hogy megyünk, de hát majd az hétfőn kiderül. Az, hogy úgy készültök, hogy mentek, az azt jelenti, hogy egész héten készültök is, tehát arra van Igen, lehetőségetek, hogy gyakoroltok ezzel. A szombaton keretedzés volt, ami úgy néz ki, hogy délelőtt edzés, utána ebéd, délután edzés, mi úgy készülünk, hogy megyünk a héten, és még játszunk a Ferencvárossal edzőmeccset, majd szombaton még tartanánk két edzést. Bizakodóak vagyunk, hogy hát ha valaki azért felkarolja ezt a dolgot. Ö, reménykedjük benne, hogy így lesz, és beszélgessünk is úgy, hogy ez így fog történni. Ugye februárban azt mondtad itt nálunk, hogy a, hogy a te válogatottad a magyar futszal MB2-ben egy ilyen csapat lenne. Igen. Mennyit erősödtetek idén azóta? Most már lehet, hogy az élvonalból esnétek ki? Ezt nehéz azért így megmondani. Nehéz dolgunk van, mert a legjobb játékosunk a Szabó Zoli, aki, aki, a magyar futszal válogatott és közel százszor szerepelt, ő tércelak sérülés szenvedett, és nem biztos, hogy tud játszani, ami azért nagyban befolyásolja. Ez még nem dőlt el, hogy tud Mert... Uh -huh. Igen. Ha föl is épül, akkor is talán csak az egyenes kieséses szakaszra az ő vesztesége az nagyon-nagyon az érzékenyen érint minket, de ettől függetlenül sokat fejlődött a csapat. Most voltunk egy nemzetközi tornán, Szlovákiában, ahol másodikok lettünk, szintén ebbé résztvevő lengyelektől kaptunk ide, a másik két csapatot maga biztosan vertük. Ö, mivel ugye hallásérült futszalcsapatról van szó, jelnyelvben most már jól működik együtt az edzői stáb és a csapat? Ö, azt gondolom, hogy igen, időnként még segítségre szorulunk, de a srácok javarészt megértik, amit szeretnénk nekik mondani. Úgyhogy ezzel nincsen probléma a kommunikációban. És ez a csapat most már teljesen, mondjuk, az, hogy futszalosodott, tehát ő, taktikában, a műfajról, mozgásban mindent tudnak? Hát az, hogy mindent tudnak, az erős túlzás, de, de rengeteget fejlődtek, illetve tényleg a, az ebés elejtezőn is a játékunkban rengeteg tudatosságot fel lehetett fe, fedezni, több volt rúgtunk, begyakorolt figurából, tehát azt gondolom, hogy igen. Most azt mondanak, hogy ha végül is sikerülne eljutni az ebére, ott e, így beugróként milyen reményeitek és milyen céljaitok lehetnek, lehetnétek? Mennyire, is, e, mennyire ismeritek ma már az ottani erőviszonyokat? Láttunk egy-egy videót a többi ellenfélre. A törökök kiemelkednek a csoportban, hiszen ők világbajnoki másodikok. Törökországban 3 millió hallásérőt van, ami azért óriási merítési lehetőség. Ők kiemelkednek a csoportban. A másik két ellenféllel szemben azt gondolom, hogy van reális esélyünk, mind Izrael, mind pedig Svájc ellen, és a csoport második helyért szeretnénk harcban lenni. Uh -huh. Tehát akkor egy, akár egy szép eredménnyel is kecsegtethet ez a beugró Európa bajnokság, hogyha sikerülne. Igen, azt gondolom, hogy abszolút nem, nem vagyunk leírva. A svájciakat láttuk egy hosszabb videón, nem rosszak, de azt gondolom, hogy képesek lehetünk ellenük. A sorsolást úgy ítéljük meg, hogy jó, mert a törökökkel kezdünk. Ez nem olyan, mint a nagykátai halálcsoport most. Hát nem, de nyilván azért az Európa bajnokságon már erős csapatok vannak. Tehát azért ott megtapasztaltuk, hogy milyen egy, milyen egy európai élcsapat, mert az olaszok is, illetve a fehér oroszok is oda tartoznak, de mindkettővel jó mérkőzést játszottunk. Mi lehet a te válogatott a csapatod erőssége igazából? Hát a csapategység leginkább. A küzdeni tudás, a csapategység, a nagy és is megmutatták, és látszok, hogy tudnak egymásért küzdeni. Én azt gondolom, hogy, hogy ebben lehet a mi erőnk. Ebben a válogatottatokban most ö, hányan vannak, akik ö, futsal NB1-ben játszanak, vagy futsal NB1-ben játszhatnának nyugodtan a tudásuk alapján? A tudásuk alapján azt gondolom, hogy egy hárman, négyen játszhatnának NB1-ben, 5-6-7-8 játékos játszik NB2-ben folyamatosan, valaki élcsapatban, valaki középcsapatban. Így azt gondolom, hogy ettől is rengeteget fejlődnek, mert az elmúlt években nem játszott senki sehol, csak, a, csak az árt hallásérőt futszalbajnokságban, de az elmúlt egy-két évben azért már eljutottak egy-egy rendes futszalcsapatba. Mm -hmm. Tehát az ez a, ez a világ értelme kinyílt abszolút, számukra. Abszolút. Ezáltal rengeteget fejlődtek, mert ott ugye azért hetente van edzés, mert ugye havonta egyszer tudunk csak edzeni, és ott azért rengeteget tudnak fejlődni. Akármi is lesz ennek az esetnek a vége, az minden esetre jelzi, hogy valami fajta intézményes, normális, állandó támogatás nélkül nehéz lesz hosszú távon, mármint hogy bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe? Abszolút, tehát ugye a grassrootsban benne van a, a hallásérültek támogatása az MLS által, de nyilván az arra elegendő, hogy az országos bajnokságot tudják finanszírozni, tornákat rendezenek, azért a válogatottnak a finanszírozása azért lényegesen több pénzt igényelne. Te eljutni egy nemzetközi tornára, a szállás, ellátás, utazás az is több százezer forint. Erre nincsen pénz jelenleg. Hát, Attila, én minden esetre megoldást kívánok meg azt, hogy remélem, hogy sikerrel oldottad meg a másfél millió forintos kérdést. Ez majd kiderül néhány napon belül. Köszönöm szépen. Én